Hát nagyon mérges vagyok, mert elveszettünk 2 pontot. Igazságtalan a futball. Egész végig kézben tartottuk a mérkőzést, mi játszottunk, helyzeteink is voltak, rúgtunk egy 11-est, meggyőződésem, hogy volt még 11-es, hát lehetett volna 2-3-szor lerántották a játékosainkat, vagy fölrúgták, és azért nem tudta befejezni a támadást, de voltak helyzeteink, lehetőségeink, nem tudtuk berúgni, és 2-szer jött át az ellenfél a kapunk elé, és egy szögletből, hát megint gólt kaptunk. Ez is sajnos tudjuk, készülünk rá, hogy sokkal jobban kell figyelni szögleteknél. A 4 gólt kaptunk ebbe a bajnokságból, abból 3-at pontrugásból. Figyelünk, de hát úgy látszik nem eléggé. Mi történt a második fél idő első 15 percében, hiszen ott volt némi helyzete az Ajkának, azon kívül végig kézbe tartottuk a meccset. Hát igen, olyan nagy helyzet nem volt, egy lehetősége volt, meg mondhatnám azt, hogy bemaradtak a fiúk az öltőben, nem, mert úgy mentünk ki, hogy oda kell figyelni, menni kell. Nyilván az Ajka egy mindent föltett egy lapra alapon, megrohamozott minket, és így tűnhetett az, hogy első 15 percben most övéké volt. Ettől még nem lett volna semmi különösebb gond, ugye ezt túléltük, és utána megint továbbra is mi csináltuk a helyzeteket. Tehát én azt gondolom, hogy figyeltek a fiúk, próbálták a lehetőségeket, ugye jobb oldalt 2-3-szoros a Robi is bevitte a labdát, egyszer a kapus mentett nagy szerencsével, utána lögdösték, aztán azért nem tudta elrúgni a labdát, amit megjelentősen, hogy 11-esnek kellett volna. És az a baj, hogy néha úgy éreztem, hogy minket rángattak, húztak, nem kaptunk szabadrugásokat, pedig lehetett volna. Ellenfél meg ugye én úgy ütéltem meg innen a padról, hogy a Suomi ugye kifarolt, kiseggelt, úgy csinált helyet a labdának, azt egyértelmű faltnak kellett volna lefújni. Ebből volt helyzete meg a szöglet, amiből a gólt kaptunk, tehát ezt elkerülhetjük volna. Nem a megszokott védelem lépett pályára, hogyan pótolta Bokros, illetve Bakos a 2 eltiltott játékosunkat? Én úgy gondolom, hogy nem volt probléma. Tehát a védelem az első fél időben abszolút stabilan állt a lábán. Talán, nem mondom, ez a kiseggeléses, amit a faltnak lehetett volna kifele ítélni, itt talán lehet hibáztatni őket, de azon kívül az ellenfélnek nem volt helyzet, tehát ez a védelmet, illetve a védekezés dicséri. Tehát nem csak a védelmet, a védelembe beálló új fiúkat megállták a helyüket. Tehát én úgy gondolom, hogy nem érződött az, hogy tartalékosan állunk föl, mert nem is voltunk tartalékosan, jól szálltak be. Szabi is nagyon jól szállt be, sajnálom, hogy egy picit elfáradt, ugye neki nagyon nagy meccs kihagyása van, ugye egy fél éve van újra a mi játékosunk, ugye kihagyott egy fél évet, és hát az látszódik, sajnos meglátszódik egy játékoson, hogyha nem folyamatosan edz. A többieken én nem láttam fáradtság jeleit. Végén is mondom, ott voltak a helyzetek. Nem mondom, hogy frissek voltunk nyilván, de talán még azt mondom, hogy helyenként nagyon jó ötletes játékot mutattunk be. Kisvárdán az utolsó percekben buktunk 2 pontot, mi Kozármisleinben mondhatni, hogy nyertünk egyet, hiszen a 87. percben egyenlítettünk. Hát így is fel lehet fogni, én azt mondom, hogy a Kisvárdán utolsó percben buktunk 2 pontot, Kozármisleinben meg az első percben buktunk 2 pontot. Ott is az volt, talán mint itt az Ajkán, úgyhogy még az a 15 perc sem volt a Kozármisleinnél, végigúrultuk a játékot. Ott sajnos a pálya talaja az megnehezítette a folyamatos játékot és a játékot, de ott is voltak lehetőségeink. Hát az, hogy a utolsó percben rúgtuk gólt, talán most is lett volna lehetőségünk, akár a utolsó percekben ott volt a Robinak a 2 nagy lehetősége. Én azt mondom, hogy érdemes visszanézni, mert a másodiknak kimondottan talán 2-en is belerúgtak. Egy határozott játékvezető ítélettel meg kell adni. Most azért, hogy 11-es, ha egyet kapunk, 2-t, 5-öt, 11-es az 11-es, az mindig 11-es. Én azt mondom, hogy meg kellett volna adni, és akkor nem lenne problémunk, nem veszhetünk volna most se 2 pontot. Előre mennyire hiányzik Urbin Péter? 16 gól. Hát hiányzik. Péterhez odament, berúgta. Hát most az az igazság, hogy ha azt mondanám, hogy nem hiányzik, akkor nem mondok igazat. Mert hiányzik, mert a Péter az oda tudott menni, megelőzte a védőt, bele tudott pöckölni, olyan helyen volt, oda patant a labda és berúgta. Nem, tehát a helyette játszó játékosok vagy játékos, nem mondom azt, hogy nem tudja, de valahogy nem kapja el azt a gólszerzési lehetőségeket, a gólhelyzeteket, nem kerül oda, akár a Miki, akár a Volentroli. Dolgoznak nagyon becsületesen, még helyenként a játékban jól is veszik, de hát ez egyértelmű, szóval olyan játékos, aki minden pillanatban gólérzékeny, és minden pillanatban lehet venni, hogy gólt rúg. Lássuk, most a Pétert eladtuk, 4 meccs, 4 gól, vagy 5 gól. Hát
hiányzik, hogy ne hiányozna, meg kellene oldani nekünk, ott vannak a lehetőségek, be kéne rúgni a lehetőséget, és akkor nem mondanánk azt, hogy jaj, hiányzik az Urbin Peti. Mondjuk most sem mondjuk, mert jól csinálja ott a dolgát, de az biztos, hogyha itt lenne, akkor az szerintem gólokba jelenne meg, az azt jelenti, hogy 4 góllal többet rúgnánk mi, és akkor nem x-eket csinálnánk, hanem talán 6 ponta vagy 8-a többe lenne. Mindenki gondolja azt, amit akar, 8 pontra számolja ki, tegye hozzá a mostani pontarányunkhoz. Jövő héten éppen hozzájuk utazunk. Ismerjük a Pétert, tudjuk, hogy mit tud rúgni. Drukkolunk neki, én megmondom őszintén, hogy rúgjon sok-sok gólt, a jövő heti mérkőzésen nem. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt megszakítsuk. És ha ő ott nem rúg gólt, akkor remélem, hogy a Dunajváros sem fog gólt rúgni. Mi meg azért valahogy bekaparunk egyet, mert azért gólt tudunk rúgni, meg helyzeteink vannak. Szerintem meg fogjuk oldani.